feljelentik Eszler Miklós. Az Emmi bújtatja az alapítványt vezető Mészáros Lőrincet, jelentette ki a DK, miután az ellenzéki formáció közölte, közérdekű adateltitkolása és bűnpártolás miatt feljelenti Kásler Miklóst. A párt szerint ugyanis az általa vezetett tárca nem engedett betekintést a felcsúti utánpótlás nevelésért alapítvány 2011 és 2017 közötti TAO papírjaiba. Rácné Földi Judit emlékeztetett, 16,5 milliárd forintnyi adófizetői pénzről van szó. Majd hozzátette, már 8 bíróság és a kúria is megállapította, hogy a TAO támogatások közpénznek minősülnek. A kúria korábban arról is döntött, hogy az alapítványnak ki kell adnia a számlákat. A jogerős ítélet után azonban a tárca bekérte a dokumentumokat, ezért a DK még mindig nem láthatta az iratokat. A minisztérium munkatársa szerint a gazdálkodási adatok munkaanyagnak minősülnek, ezért nem nyilvánosak. Itt van tehát már a stúdióban a DK alelnöke Varjú László. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mindjárt beszélgetünk erről a témáról, amiről a nézők az előző percekben láthattak összefoglalva, de azért jó, hogy ketten vagyunk műsorvezetők Kárász Robival, mert a Robinak volt egy nagyon jó ötlete, és ezzel én egyet is értettem, úgyhogy fel is teszem a kérdést. Megkapta a nemzeti konzultációt, és mit csinált vele, ha megkapta? Még nem érkezett meg, de már... Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ez a 12 pont napvilágot látott, éppen ezért nagyon megvan a véleményem róla, ennek egyik pontját kiemelem, amelyben a kormány elég arcátlan módon, vagy nagyon arcátlan módon azt teszi, hogy az otthonápolókra felteszi újra azt a kérdést, amivel évek óta, hónapok után zajlott tiltakozás után újra kérdez a kormány, hogy a gyermeküket, otthonápolókat szabad-e támogatni. Hát tisztelettel jelzem, most is és korábban is, ahogy elmondtuk, az otthonápolás munka, és miközben természetesen a gyermeküket, otthonápolókat támogatni kell, eközben még ott van további 33 ezer ember, 33 ezer család, akik ugyanúgy napi szinten végzik ezt a tevékenységet, és őket nem lehet otthagyni. Éppen ezért is elfogadhatatlan az, amikor a kormány ilyen kérdőíveket küldözget. Ha már felvetette ezt a kérdést itt az otthonápolás témakörében, kormányzat védelmében azért ezt mindenképp ugye el kell mondani, amit nyilván már tudnak a kedves nézők, hogy azért emeltek az otthonápolási díjnak az összegén. Azt valóban nem értem, hogy ezt a kérdést, tehát hogy így feltenni, mikor már megvan a döntés, hogy ugye jól csináltuk, hogy emeltünk, tulajdonképpen most ezt teszik, ez ilyen fura. Annak a kérdésnek lett volna értelme, hogy most ennyit emeltünk, tehát egy konkrétabban megfogalmazott kérdés, eddig ennyit emeltünk, önök szerint szükség lenne nagyobb emelésre? Tehát az egy elfogadhatott kérdés lenne már? Annak a kérdésnek lenne értelme, hogyha kihagyják most már az emelés után a gyermek szót, és támogatják önök az otthonápolásban végzők jelentős díjemelését és a munkájuknak, a munkaviszonynak, foglalkoztatási jogviszonynak való elismerését. Ha ezt a kérdést teszik fel, akkor a társadalom több mint 90%-ának támogatását bírták volna, de így most belekeverték, amit én tulajdonképpen csak egy PR kérdésnek, egy népszerűsítő kérdésnek tartok, azért, hogy akár ennek az együgynek az érdekében ezt támogatni akarókat bevonzák abba, hogy a többi kérdésükkel is megpróbálják ezt összekeverni. Ugye csak azért mondom el, hogy a nézőkedvére, aki esetleg a részleteket nem követte annyira, itt most alapvetően a kiskorúakat, otthonápolókat segítették meg, nekik emeltek mondjuk jelentősebbet, és nagyon-nagyon minimális mértékben emelték csak azoknak, akik felnőtt családtagjukat ápolják. Ugye jelentős emelést kaptak a gyermeküket otthonápolók, ott az 50 ezer forintról 100 ezer forintra emelik meg majd ugye január 1-től, míg egyébként a többieknek 15%-osnak jól hangzó emelés, és az azt jelenti, hogy 4600 forinttal emelték, ami azt jelenti, hogy ha szükség van rá, akkor egy csomagpelenka egyébként 6000 forintba kerül, úgyhogy még ennyit sem tudott tenni az Orbán kormány azokért, ahol nem gyermeket, hanem idős embert, időszülőt ápolnak otthon, miközben ebbe bármelyikünk egyébként belekerülhet ebbe, akár rövidebb, akár hosszabb ideig. Mondom ezt akként is, hogy nálunk az idős szülőknek volt, nagypapának volt, és nagyon már is volt ilyen helyzete.
A téma nagyon komoly, ezért elviccelni nem akarom, csak felmerül bennem önkéntelenül a kérdés, és pont azért, mert ön nagyon kiállt az otthonápolás témája mellett. Az egyenes beszédbe az otthonápolásos pólóba szokott jönni, igen, most miért nem abba jött? Igen. Ma a parlamentben lesz ennek a helye. Ma úgy gondoltam, hogy inkább ott kezdjük ezzel, hiszen interpellálni is fogom az érintetteket, mert éppen ez a kérdés elfogadhatatlan így. Térjünk át a másik témánkra. Ugye TAO támogatásnak a kérdése, önök beperlik Kásler Miklóst közérdekű adat eltitkolása és bűnpártolás miatt. Konkrétan mi ennek a jogalapja önök szerint? Képviselőtársam a Gréci Zsolta, de igazából az ügy gazdájával, Földi Judita, a székesfehérvári képviselőnkkel közösen voltunk a minisztériumban azért, hogy ezt a papírokat, amelyeket ők bekértek az Egyesülettől, azokat adják ki. Mi történt? Csak hogy közbevágok, a Puskás Akadémiának már eleve ki kellett volna adni, ugye? Jogerős bírósági döntés volt erről. 2017, itt van az ítélet előttünk, a kúria döntésének megfelelően 2017. november 15-ét követően, a döntést követően 15 napon belül ki kellett volna adni ezeket a papírokat. A mai, és akkor ahelyett, hogy kiadták volna, azt tették, hogy kaptunk egy levelet tőlünk, miszerint a minisztérium bekérte tőlük ezeket az eredeti iratokat, és azóta őrzi ezt a minisztérium. Fordítsuk le egyszerűre. A minisztérium nem csinál mást Kásler miniszter úr vezetésével, mint hogy bűnpártolja azt, hogy ezeket az adatokat meg lehessen ismerni. Többszörös bírósági ítéletek vannak itt egymás után, amelyek jogerősen megállapítják, hogy ez közpénz, és a közpénzről tájékoztatást kell adni. Itt az évek alatt felgyűlemlett támogatás 16 milliárd forint, amiről nem hajlandók beszámolni. Lényegében az történik, hogy a minisztérium Mészáros Lőrincet bújtatja, Orbán Viktor barátját azért, hogy az általuk szabálytalanul elköltött pénzekről ne derüljenek ki, mert nagyon egyszerűen szerződéseket és számlákat kellett volna itt kiadni ennek a döntésnek az eredményeként. De itt igazából mi lehet a bűnpártolásnak az alapja, amit önök mondanak, mert ugye a Puskás Akadémiát kötelezte a bíróság, hogy adja ki, nem a minisztériumot. Lehet onnan is nézni, hogy a minisztérium beleszól a folyamatba, és valahogy megpróbálja rávenni a Puskás Akadémiát, hogy mégiscsak kiadja az iratokat, vagy legalább náluk legyenek, és ők már akkor ki tudják adni. Nézem, mint ahogy mondtam, 12 hónap telt el azóta, hogy ezt megtették. Én azt gondolom, hogy ez most már azt jelenti, hogy bármilyen vizsgálatuk volt, annak le kellett zárulnia. Éppen ezért ezeket a dokumentumokat ki kell adniuk. Na most itt a minisztérium előtti tiltakozás sajtótájékoztatónk nyomán, ott a tisztviselő az beleszorult abba, hogy azt merte mondani, hogy december első felében ők ezeket a dokumentumokat ki fogják adni. Na most ez egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy kiderüljön, hogy azok a buszok, amelyeket egyébként itt a különböző utaztatásra, tüntetésekre használnak, Felcsúti Akadémia buszait, azok is ebbe a kategóriába tartoznak, és még mi az, amit egyébként ebből a TAO támogatásból, illetve mire költötték el. Itt konkrét számára. De ön szerint ezek a kérdések ennyire egyértelműen kiderülhetnek ebből? Tehát ugye, ha jól tudom, Rászné Földi Judit azt mondta, hogy 16,5 milliárdról lehet szó összességében itt az évek alatt a támogatáson, de ennyire egyértelműen le lesz ez vezetve ilyen apró részletenként, vagy most az, hogy buszbérlés, ugye ez bármire lehet bérelni például. Ja, ugye az azt jelenti, hogy egyrészt a képviselőtársammal, amit kipereltünk iratokat, azok konkrét számlák és konkrét szerződések. Tehát akkor abban benne van a menetlevél, rajta van a dátum, pontosan lehet tudni, hogy mikor és hova mentek ezek. Éppen ezért bújtatják, ezért mondjuk, igen, bűnpártolás az, amit a miniszter vezetésével a minisztérium csinál, hiszen semmi olyan folyamat, semmi olyan vizsgálat nem lehet már folyamatban, ami egyébként érvényben kellene legyen. Egy év eltelt, itt az idő, hogy ők ezt kiadják. Ráadásul tegyük hozzá, hogy
Azóta a minisztérium előterjesztésében, illetve előkészítésében, inkább így mondom, megjelent, hogy más területen a TAO támogatásokat milyen szabálytalanul használják. Mármint most a kulturális TAO-ra gondolom. Így van, pontosan, csak őket nem akarom bántani ebből a szempontból, mert nem ismerem a dokumentumaikat, de ott, ha megállapították, hogy ellenőrzések ilyen hiányában mi történik, akkor miből gondolják azt, hogy itt ugyanezen a területen ellenőrzések hiányában nem ugyanaz történik-e. És igen, ezért fontos az, hogy ezeket a dokumentumokat megismerje az ország. Ezek közpénz felhasználásáról szól. Ugye ezt sokáig vitatta a Fidesz, hogy Kállai András többször próbálta már bebizonyítani, hogy annyira nem közpénz, ami a TAO, csak aztán nem sikerült. Így van, bírósági döntés lett róla, hogy ez önmagában a felajánlás ténye miatt, befizetési kötelezettség ténye miatt, ugye ez biztosan közpénz, ez nem vesztette el annak jellegét, mint más területen, de és éppen ezért ezeket a dokumentumokat ki kell adni. És hát hozzátartozik, hogy jönnek az újabb bejelentések. De akkor magyarul december elején emberi számítás szerint, a minisztérium ígérete szerint ezt meg fogják kapni, ezeket a dokumentumokat, és akkor el fogják kezdeni tételesen megnézni, hogy elmondhassák, hogy mire ment az emberek TAO pénze. Tételesen áttekintjük, és mint ahogy egyébként más ilyen kiperelt papírnál tettük, közzé tesszük. Mindenki megvizsgálhatja azt, ami itt történt. Itt véget kell vetni annak a titkolózásnak, legalább ezen a területen, ha már bírósági döntések, kúria döntése alapján erre jogunk van, akkor ennek eleget kell tenni a minisztériumnak, mert egyébként jönnek egymás után. Most éppen Szigetszent Miklóson, ott is egy félbehagyott torzóval, ott van egy ilyen TAO stadion, amelyben vizsgálódni kell, meg kell nézni. És még sok van ebben az országban. És abban is közérdekű adatigénylést tesznek. És ugyanezt fogjuk, így van, és abban is ugyanezt ezt kell megtennünk, mert az, ami itt történik sok 10 milliárd forint értékben, ellenőrzés nélkül hagyja a kormány, hogy ilyen módon használják fel. És természetesen csak azoknak, akik egyébként a baráti körben vannak. Többieket, akár kisvállalkozókat, másoknak, mindenkinek a körmére néznek az utolsó forintig. Itt pedig 10 milliárdokat lehet úgy eltüntetni és ellenőrzés nélkül hagyni, amelyhez éppen most a minisztérium adja a fedőszervet. Hát ugye rohan az idő, december elején nincsen már annyira messze, úgyhogy várjuk, hogyha megkapják ezeket a papírokat, hogy mi olvasható ki belőle. Köszönöm. Ott leszünk és kiderítjük. Köszönjük szépen!